Sziasztok, Vejsz Tamás vagyok a Szigetszer kft -től, és mint a videó címében is látjátok, most azt fogom megmutatni, hogy honnan tudjuk azt, hogy egy szalagfűrészt túlfeszítettünk. Egész pontosan, már miután levettük a lapot, akkor vizsgáljuk meg, még nincs elszakadva, nem az alapján nézzük meg, hogy tudjuk észrevenni, hogy már túl van feszítve a lap. Ahhoz, hogy ez be tudja mutatni, hogy milyen egy használat után megnyúlt lap. Először is fogok mutatni majd egy új lapot, amit éppen most heggeztettünk le, valamint egy olyan lapot, ami már megnyúlt, részben azért, mert túl lett feszítve, részben pedig azért, mert beleakadt egy fába, és megnyúlt a kettő közötti különbség, hogy mit, hogy néz ki a lap, nincsen különbség, de a feszítést nagyon jól meg tudom mutatni ezen, hogy ezt a lapot valószínűleg, miután vágtak vele, és még éle van felmelegedett a lap, nem vágott ezáltal olyan egyenesen, és akkor melegen ráfeszítettek egy kicsit. Amikor ilyet teszünk, akkor megnyújtjuk a lapot. És ez a nyúlás először egy ilyen alakot fog, amit mindjárt megmutatok nektek, eredményezni, majd utána ebből egy szakadás is lehet. Tehát az első, amikor egy lapot összeheggeztünk, és szépen így középen megfogom, akkor így mutatom, Nézd meg így szemből, mutass meg, légy szíves a kamerával, így, így szinte teljesen egy síkban van. Természetes, hogy a stancolás miatt ugye az egyik oldal úgymond deformált, ez egy teljesen természetes dolog, de ennél jobban nem lehet egy új lapon tekeredés, ennek így kell kinéznie. Amikor most ez ugye nincsen megélező, a videó szempontjából az most teljesen lényegtelen. És akkor íme, ilyen, amikor megnyúlt egy lap. Ugye ezt a lapot, ezt amikor a lap felmelegedett, ezt egyeztettünk a kedves vásárlónkkal, ezt ő, ezt, ő meghúzta. És nézzétek, először mutatom itt felül, gyere ide a kamerával, nézzek felül, tehát hogy nem fogok rá, nem tekerem el a lapot, egyszerűen csak alulról megfogom. És így megnyúlt az a rész, ami ugye nincsen kis tant, vagy hát az a rész nyúlt meg egész pontosan, ami stancol van, van, mert ugye onnan tudott csak nyúlni a szalagfűrész. Ez az ez már egy nagyon durva nyúlás. Tehát ezzel igazán már mi se tudunk mit kezdeni, ezt nem élezzük meg, mert hogyha ezt mi most megéleznénk, felteszik a gépre, ez nagyon hamar az első-második vágás után leugrana a gépről, borzasztó baleset veszélyes. Viszont a videó szempontjából nagyon jó, hogy ez a maximum ennél természetesen ez mehet így is, tehát szét lehet ezt tekerni, szana szét a szalagfűrészlapot. Viszont ha már beindul ez a fajta elmozdulás, leveszitek a gépről a szalagfűrészlapot, így megfogjátok és látjátok, hogy már egy kicsit így elkezd elfordulni, akkor tudjátok, hogy túl van feszítve a lap. És ami ugye ezen jól látszódik, ez még nincs sehol berepedezve, nincs is elszakadva, de már használhatatlan ilyen szempontból, hogy túl lett feszítve. Remélem sikerült azt bemutatnom, hogy mi az első jele annak, hogy túl a szalagfűrészlapotokat, valamint még ezzel a feszítéssel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy amikor megfeszítitek a gépen a lapot, először próbáljátok azt ki, hogy szépen feszítgetitek. Nézitek, vágtok vele egy kicsit, nem ugrik le, nagyon jó. Nem kell egyből agyonra feszíteni és onnan indulni, és akkor találkoztok olyannal, hogy túlfeszítettétek a lapot, hanem először nézzétek meg, szépen meghúzzátok, vágtok vele, nem megy hátra a lap, nem szépen egyenesen vág, ugye a feszítésből adódóan is hogyha nem, nincsen jól megfeszítve, vághat ugye ferdén egy lap. Tehát minden jól működik, akkor hagyjátok úgy. És miközben vágtok, közben elkezd egy idő után elmenni valamerre a lap, akkor annyit csináljátok inkább, hogy kapcsoljátok ki, a gépet hagyjátok abba a vágást, picit lazítsátok vissza a lapot, 10 perc, negyed órás pihenő, utána ugyanoda visszahúzzátok a lapot, és mehet tovább a vágás, ameddig van éle a lapnak. Ezzel nagyon meg tudjátok nyújtani egy szalagfűrész életi, élettartalmát, ameddig tudjátok használni, és hogyha elkülditek hozzánk élezni, mi nagyon sokszor meg tudjuk élezni a lapot, és az adott vásárlás után sokkal-sokkal több fát össze tudtok vágni, és az egy szalag fűrészre jutó költségeteket is ezáltal lényegesen le tudjátok csökkenteni. Remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor iratkozzatok fel, jelöljétek be a kis harangot, hogy a videóinkról mindenféleképpen kapjatok értesítést, és a következő videóig is további szép napot kívánok, Vejsz Tamás voltam, a Szigetszer KFT-től, sziasztok!